Na sziasztok! A mai videóban mexikai csilisbab lesz, nagyon egyszerű, nagyon gyors étel, gyorsan is fogjuk elkészíteni a gyors videó keretében. Lássuk az összetevőket akkor. Ugye elengedhetetlen a bab, a kukorica és a paradicsom sűrítmény. Na most én olyan szerencsés esetben vagyok, hogy ez mind megtalálható volt így egybe a Lidlibe. Most így kapható, ebből kell 2, fél kiló húshoz mérve, olaj, étolaj vagy olívaolaj, darált hús, ez ilyen 20%-os, jó zsíros, hagyma, kis fokhagyma, majoranna, fekete bors, fűszerpaprika és cayenne bors, cayenne pepper. Ezeket fogunk beletenni. Kezdjük hát el. Na nézzük is, hogy akkor miből állunk, miből kell kiindulni. Ugye, hagymát, azt megpuccantjuk. Ugye, leszedjük a héjastúl dolgokat. Nagyon finom étel, idáig csak kétszer csináltam, előtte soha életemben nem csináltam én ilyet, és azt kell, hogy mondjam, hogy rászoktam, mert egyszerű, gyors, zsíros, locskos, finom, csöpögős, és meg lehet bolondítani, ugye, minél csípősebben, minél jobban. Itt mi történt a ujjammal? Rohadok vagy, nem tudom, érdekes dolog. Na! Jó hajas, ha? Így, ezzel a késsel, ami nem vág semmit, szépen megpuccantottuk, és akkor vághatjuk is kockára. Gyerekek, ez egy démoni hagyma. Szarrá sírtam már, véres egy sírok, én ezt nem bírom, ez nem tudom miből van. Fű, itt fogok megdögleni szerintem. Ja, beleraktuk akkor a... Jaj, beleraktuk a hagymát, mehet akkor bele olaj. Így. És akkor elkezdjük szépen megdenszelni az olajat, kezet mosok, mert sírok. Na és akkor miközben dinsztelődik itten szépen a hagyma, már jönnek az illatorgiák felém, közben a fokhagymát is elkezdhetjük, ugye megpucoljuk és bele nyomjuk. Hát gyere már szép! Hát... És akkor belerakjuk ezt a két kicsike fokhagymát is. Ezt is szépen meg fogjuk most pirítani. Ennek is jó illata, jó zamata lesz majd benne. Jó. Miután megpirítottuk a hagymát, jöhet bele a hús. Ugye? Ez most fél kiló ilyen lidlis darált hús. Szépen bele. És akkor ezzel együtt megpirítjuk. Miután ilyen szépen kifehéredett a hús, sózzuk, borsozzuk. Egy nagy csipet, meg egy kicsi. Így. Ennyi biztos, hogy kell. És fekete borsot teszünk. Itt ugye most a csípőséget nem a fekete bors fogja megadni, hanem majd a cayenne bors. Ebből is egy kicsit rakhatunk így bele. Egy ilyen, hát, fél kis társkanálnyi mondjuk. Összekeverjük. És mivel abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mi nekünk ilyen készen itt van ez a bab, kukorica és paradicsom sűrítmény mix, ez úgy, ahogy van, mehet bele. Összekeverjük.
így, hogy van ilyen paradicsom sűrítmény, értelmszerűen fűszer, paprika nem kell, azonban ezt még ha gondoljuk, hígíthatjuk, vagy kis vízzel, vagy még paradicsom sűrítménnyel, vagy paradicsom lével esetleg. Fűszerezés következő mozdulattól legyen benne egy kis zöld fűszer, én most majorannát teszek bele, ennek szeretem az illatát is. Így látható, hogy így szórom, így ennyi, tehát annyi lesz benne. Kezdjen el forni, legyen meg az, hogy megfő a hús. Igazából itt a többi dolognak nem kell megfőnie, csak a húsnak. Ugye a konzerves zöldségek benne, azok már eleve meg vannak főve. Jó, rottyanjon, adjunk neki pár percet, és cayennebors végezt. Kb. 1 deci hideg vizet öntöttem rá, mégpedig azért, mert túl sűrűnek ítéltem meg. Ez el fog majd főni közben, még pár percig főzzük, viszont most tesszük bele a cayenneborsot. Some cayenne pepper. Egy kis kanálnyi mondjuk így, így, hát így, ennyi, így bőven belemehet. Ez megadja neki a csípőségét, ugye azt észbe kell tartani, hogy a konzerv az nem volt csípős, és ekkora adaghoz majdnem egy ilyen kis, nem pupozott, egy ilyen kis lapított kis kanálnyi kell hozzá. Elkeverjük, még összerottyan egy kicsit, és kész is vagyunk. Na gyerekuk, itt lenne a kész végeredmény. Kicsit elszámoltam azt a pohár, vagyis egy deci vizet kb, mert nem kell. Na, fölösleges. Ha kiveszük azt a 1 deci vizet, akkor állagra tökéletes, ezt meg csipog. Ezt meg elrontani nem lehet. Főleg így, hogy van ilyen profizmus, ne csipogjál, hogy van ilyen profizmus 3 az 1-be konzerv. Paradicsom szósz, kukorica, bab. Ha meg nincs, nem kapható ilyen, vagy nem Lidlibe vásároltok, akkor meg sima kukorica konzerv, bab konzerv és paradicsom sűrítmény. 2 bab konzerv, 1 kukorica konzerv és annyi sűrítmény, amitől megkapunk egy ilyen sűrűbb állagot. Na, erősségre is jó. Csíp, de nem az a olyan erős, hogy ehetettem. Ez teljesen jó. Ennyi lett volna. Sziasztok! Some cayenne pepper.